Nagyon készült a Hévíz ellen a Tolna KC, annak reményében, hogy meg lehet a harmadik győzelmük a bajnokságban. Papíron erre minden esélyük megvolt, a támadásait szépen felépítő sárga-feketéknek. Meg is voltak a gólszerzéshez szükséges ricserek, de ezek, mint ahogy ennél a támadásnál is, már a második félidőben is kimaradtak. Márpedig, ha az ellenfél jóval keményebben, agresszíveben védekezik, a Hévíz ezen a téren abszolút jobb volt, ez több mint zicser, mármint a helyzetek kihagyása. Ennek köszönhette több gólos előnyét a vendégcsapat, amit olykor háromra csökkentett a Tolna KC. Abban, hogy nem tudták szorosabbá tenni a meccset, az is közrejátszott, hogy az Alaia kapusa több gólnak látszó lövést is hárított. Ha pedig már ő is kapitulált, akkor három gólos különbségnél pekükre a kapufa a Hévíz csapatát segítette. De ezzel együtt is alapvetően a két csapat védekezésében megmutatkozó különbség dönthette el a meccset. Ezzel a megállapítással csak részben ért egyet Izsák Bálint edző. A védekezésünk az sajnos nem tudott most a meccsen összeállni, meg ha egy ilyen szoros mérkőzésen 12-15 zicsert kihagyunk, az nem fér bele. Tehát 2-3 gól volt végig a két csapat közt. Szerintem itt a legtöbb a kihagyott helyzeteken ment el. Valószínűleg koncentrálás hiányzott, mert múlt héten azért nélkülem utaztak el a lányok Nemesvámosra, és ott egy góllal tudtak nyerni, nagyon összeszedett játékkal végig koncentrálva. Most tényleg a kihagyott zicserek, a kapkodás, a rossz passzok, ez jellemezte a játékunkat, valószínűleg ez okozta a vereségünket. Ha valakit összteljesítménye alapján ki lehet emelni a csapatból, az megint a negyedik X-e felé közelítő kézilabdás anyuka, Majsai Sipos Ágnes, az egykori meghatározó játékos, akit 7 gólja mellett a mezőny munkája alapján is ki lehetett emelni. Ő is többet várt, főleg azok után, hogy a csapat ezt megelőzően idegenben Nemesvámoson bravúros győzelmet aratott. Múlt héten egy bravúros győzelmet arattunk, nagyon büszke voltam a lányokra, az egész csapatra, idegenben nyertünk egy harmadik helyezett Nemesvámos ellen. Én azt gondolom, hogy ez a meccs is meg lehetett volna. Tehát megvoltak a helyzeteink, sajnos kimaradtak az ittszerek, sok kapufa volt. Az első fél időben a védekezésünk nem úgy működött, ahogy mi azt elgondoltuk, de aztán azt gondolom, hogy picit ezzel javítottunk. A koncentrációval voltak a gondok szerinte ezen a napon. A tolnai csapat meglátása szerint tud ennél összeszedettebben, agresszívebben védekezni, amit Nemesvámoson fényesen bizonyított. Ha ez a védekezésünk például úgy működik, mint múlt héten egy Nemesvámos ellen, akkor azt gondolom, hogy itt még lesznek bravúros győzelmek, a kötelező győzelmek mellett. Ez bizony ráférne már a tolnai csapatra, az elhalasztott mérkőzéseken is van erre komoly esély. Hogyha nézem a két elhalasztott mérkőzésünket, a Nagykanizsa és a Balatonboglár ellen, a Balatonboglári az hazai lett volna, az szerintem mind a kettő nyerhető lett volna, de szerintem a tavaszi szezonban is be tudunk gyűjteni jó pár pontot. És addig még van idő az ezen a meccsen bizony kritikus védekezés úgymond felkeményítésére. Az itteni javulás Sipos Ági által beígért bravúr győzelem eléréséhez is mindenképpen kell.